Legyen az Úré minden dicsőség, olyan jó volt dicsőíteni és magasztalni most az Urat. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és minden kedves vendégünket, és a gyülekezet minden tagját, és szeretettel gondolok a gyászolókra, és kívánom az Istennek a vigasztalását, az erejét, amilyenkor a szívünket tudja bátorítani és megerősíteni. És hát minden életért hálát adunk, minden életért, amit látunk, és láttunk azt, hogy Istennel, hogy hitben élt életek, és jó azt tudni, hogyha valaki, hogyha el is ment, az Úrban ment el, és az Úrhoz ment el. Ez az, ami reménység, ez az, ami hitünk, és így kívánok vigasztalást a szomorúság és az ilyenkor érzett nehézségek közepette az Úr Jézus Krisztus nevében. Hát szeretném, hogy olvassunk egy igeverset a Bibliából, előtte viszont azt kérem, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Istenem, dicsőítelek téged, magasztallak téged, Uram, te vagy mindennek az ismerője, te vagy a szíveinknek az ismerője, te vagy az, aki igazán tudod, amikor életünk legnagyobb öröme ér éppen, vagy legnagyobb szomorúsága, és te vagy az Istenem, aki ebben tudsz megnyugulást, vigasztalást, megerősítést adni. Te vagy az, aki szólsz a szívünkhöz, te vagy az, aki átérzed azt, amit mi átérzünk. Te vagy az, aki ilyenkor megölelsz, és a te jelenlétedben akarsz tartani bennünket. És azt kérem, hogy segíts meg ebben bennünket, hogy tudjunk a te jelenlétedben lenni, maradni, téged dicsőíteni, a te ígédet olvasni, imádságban és a szívünkben odafigyelve rád meghallani a te szavadat. A mindennapjainkban, a reggeljeinkben, az esteinkben, a napközben, a munkaközben, bármi közben, de Uram, hadd halljuk meg a te szavadat. És itt és most is, Uram, az a vágyam és az a kérésem, hogy a te drága szent lelkeddel, szellemeddel töltsd most meg a szíveinket, az enyémet is, Uram, és te szólj a szíveinkhez. Köszönöm azt, amit készítettél üzenetet. Köszönöm azt, hogy itt vagy most közöttünk, és téged dicsőítünk, téged magasztalunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Maradjunk állva, és valójában nem egy alapigét fogok olvasni. Nem azt, ami kiindulása lesz ennek az ige hirdetésnek, de mégis egy olyan igeverset, ami az egész téma kapcsán nagyon fontos, és átszövi az egészet. Úgyhogy a Máté evangéliumából, a 11. fejezetből fogom olvasni a 28-29-30. Verseket, tehát a Máté evangélium a 11. fejezetből, a 28. verstől olvasom, amit biztos vagyok benne, hogy mindannyian jól ismerünk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljunk helyet. És amit én ebből ki szeretnék emelni, az a szelídség és az alázatos szív. Az, amiről Jézus beszél, és annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy az Isten fiaként eljött a földre, és itt volt, és tanított, és csodákat tett, és hirdette az evangéliumot, és gyógyította a betegeket, és közel ment az elesettekhez. Mégis azt látjuk, hogy egy csepet sem ennek az ellenkezője volt, se nem beképzelt, se nem hatalmaskodó, hanem egész egyszerűen alázatos, szelíd szívű volt. És ez egy példa. Példa előttünk Jézus Krisztus élete, és azt mondja, hogy tanuljunk tőle, ezt tanuljuk meg tőle. A mai témánk, folytatva a biblikus vezetés témáját, amit Barnabás elkezdett az elmúlt héten, a mai témánk az, hogy Isten szíve szerint való vezető. Milyen is az Isten szíve szerint való vezető? Erről fogunk most beszélni, és ugye tudjuk, hogy van diktatúra, van demokrácia, még most is, ma is a világban van, ahol diktatúra van, a legtöbb helyen igaz, demokrácia van, de Isten országa valami másról beszél, a teokráciáról beszél, arról, ami az Isten uralom. És Isten erre hívta el az embert, hogy az övéi legyünk, és az ő vezetése, az ő gondoskodó uralma alatt éljük az életünket. Erre hívta el már Ádámot és Évát, de erre hívta el a zsidó népet,
és erre hívottál bennünket az új szövetségben is. És láthatjuk a bibliai példákon keresztül, hogy kinek hogyan sikerült, vagy nem sikerült. Jézus Krisztus a példa, és az Isten uralmat a gyülekezetben a vezetőkre bízta. Ugyanakkor nem csak a vezetőkre kell gondolnunk, a gyülekezet vezetőjére, amikor arról beszélünk, hogy ki is a vezető. Barnabás azt mondta az elmúlt héten, valahogy így fogalmazta meg, hogy mindenképpen vezető vagy, a saját életedé biztosan. És ez egy kulcsgondolat. Ehhez a mai ige hirdetéshez is, hogy az Isten meg tudjon szólítani, hogy nem csak egy gyülekezeti vezető, nem csak egy munkahelyi vezető, nem csak egy állami vezető, nem csak egy csoportnak a vezetője vezető, te magad is, minimum a saját életednek vezetője vagy. De lehet, hogy a gyermekeidnek a vezetője vagy, lehet, hogy a családodnak a vezetője vagy, lehet, hogy egy szolgáló csoportnak a vezetője vagy, lehet, hogy egy házi csoportnak a vezetője vagy, lehet, hogy gyülekezeti vezető vagy, lehet, hogy vezető vagy a munkahelyeden. Annyi és annyi helyen lehetsz vezető, de az biztos, hogy a saját életedé mindenképpen az vagy. És hogyan vezeted? Szeretném, hogyha megnéznék néhány olyan jellemzőt, ami Isten igéje szerint jellemzi a vezetőket. Az egyik első ilyen, az az előrelátás képessége. Miről is van szó? Egy jó vezetőt jellemez az előrelátás képessége, ami sokszor szétválaszthatatlanul magában foglal emberi és Istentől származó elemeket is. Ahhoz, hogy egy vezető előrelátó legyen, egyrészt szüksége van képzelő erőre, ennek részeként pedig arra a képességre, hogy az összefüggéseket megértve bizonyos információkat és érzékelt dolgokat össze tudjon kapcsolni. Mondhatni, hogy összeálljon neki a kép. Másrészt szüksége van az ismeretlen dolgok megsejtésének képességére. Ez áll belső megérzésből, intuícióból, de ugyanakkor áll Istentől származó ihletből, kijelentésből, proféciából is. Egy jó vezető az ígértett előrelátással egy veszélyhelyzetben vagy egy döntéshelyzetben nagyon sokat tehet a megmenekülésért vagy a jó irányba való továbbhaladásért. Nem könnyű téma, mert magában foglal olyan dolgokat, amiket nehéz megfogni. Adott esetben magának Istennek ezen vezetését, hogy kijelentés, profécia, a Szentléleknek, Szent Szellemnek az ihlete, ezt is lehet, hogy nehéz megfogni. Ugyanennyire nehéz megfogni azt, hogy valamiféle belső megérzés vagy intuíció. Mit kezdhet ezzel az ember? De mégis egy vezetői tulajdonság az, amikor ezekből az embernek összeáll a kép. Amikor egy vezető képes felismerni az Isten hangját, ahogy ugye Jézus mondja, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat. Ez egy tanulási szakasz az egész életünkben igazából, hogy megtanuljuk az Isten hangját felismerni, hogy megtanuljuk megkülönböztetni a saját magunk gondolataitól, és attól is, hogyha éppen a sátán a fülünkbe próbál súgni valamit. Megtanulni, megismerni, felismerni az Isten hangját. Ez nagyon kell ehhez. De ott vannak a belső megérzések, és azokat is tudni kell kezelni, hogy amit az én szívem szól, az tapasztalataim alapján, vagy csak tényleg csak egy érzés, hogy lehet, hogy most vigyázni kéne, vagy lehet, hogy most tenni kell valamit. Mit lehet ezekkel kezdeni? Van, amikor ez olyan egyértelmű, és van, amikor ez olyan semmi kérdés nem fér hozzá. Ezt tényleg az Isten mondta, ez a megérzés, ami bennem feljött, ez tényleg helyes, most valamit tenni, cselekedni kell, és van, amikor ez nem olyan világos. De ilyenkor kell az Isten elé menni, imádkozni, és az Isten előtt megpróbálni, megvizsgálni azt a témát, amiről szó van, azt a kérdést, amiben keressük a vezetést, hogy Istenem, van egy érzés a szívemen, de tőled van-e? Megerősíted-e? Szívemre helyezed-e, hogy igen, tényleg erre van szükség? Vagy azt mondod, hogy nem, valami más is, és akkor Isten úgy bekalibrálja a gondolatainkat egy helyes irányba. Imádságon keresztül ezek megtörténnek. Csak ha megnézünk egy-két példát az előrelátás kapcsán. Ott van Mózes, és ott van Pál. Mózes ugye tett valamit, ami hamar kiderült, hogy nem jól tette. Másnap már egészen világos volt, mikor lecsapta azt az egyiptomit. Igazából ugye megölte. A védelmére akart kerülni a testvéreinek, és mégsem ez sült ki igazából. De akkor előrelátó volt, és tudta, hogy menekülnie kell. Aztán később
amikor a kivonulásra készült, akkor is előrelátó volt, amikor úgy döntött, hogy a családját hazaküldi az apósához. Nem ment velük együtt ebbe a harcba, ebbe a szolgálatba, hanem fölismerte, látta, hogy a családja számára az a biztonságos, hogy ők most oda-haza mennek az apósukhoz. És ez egy előrelátás. Pál apostol esetében is látunk ilyen példákat. Amikor figyelmeztette Rómába menet a hajósokat, a hajónak a vezetőit, hogy nem helyes most tovább haladni. Maradni kellene itt. És nem hallgattak rá. Az ő előrelátása helyén volt, a hajó vezetői nem. Ugye érte is őket a veszedelem. Végül ugye elsüllyedt a hajó, de megúszták, és ott szintén Pál apostolnak az előrelátása volt, amikor figyelmeztette a hajósokat, vagy a többieket, a vezetőket, hogy a matrózok szökni készülnek, és nélkülük nincs esélyünk a túlélésre. Pál apostol tudott előre gondolkodni, látta előre abban a helyzetben, hogy mi az, ami veszély, és mit kell cselekedni. És hogy ilyenkor megérzés vagy kijelentés volt ez mondjuk Pálnak vagy Mózesnek, nem tudom megmondani. De ő akkor azt ott megharcolta, és meggyőződött arról, hogy igen, ez a helyes. Aztán az előrelátáshoz tartozik egy nagyon egyszerű dolog, amit én magam is elrontottam, nem is olyan régen, meg többször előfordult ez, nem csak velem, azt gondolom, valamennyiünkön, van, amikor nem gondolunk bele a dolgokba. Pedig ez egy nagyon egyszerű szűrő. Az előrelátás képességének egy nagyon egyszerű eszköze. Gondoljunk bele a dolgokba egy picit. Amikor állunk egy helyzet előtt, akkor gondoljunk bele, hogy szeretet szerint járunk el? Hogy amit teszünk, az, ha csak már a szeretet szűrőjére föltesszük, már az nagyon sokat segíthet, hogy ha ezt mondom, vagy ezt teszem, nem fogom megbántani vele a másikat. Helyén való lesz, jó lesz ez? Ez építő? Ebből áldás származik? Csak ilyen egyszerű kérdéseket föl lehet tenni. És sokszor ezt megspóroljuk. Sokszor mondjuk csak cselekszünk, vagy indulatból, vagy érzésből, vagy nyomás alatt, és nem állunk meg egy picit gondolkodni. Pedig ez lehet, hogy tényleg csak egy gondolatnyi idő lenne. Aztán egy másik szempont, hogy egy jó vezető az védve van a hatalom káros hatásaitól. De, hogy pontosabb legyek, védi magát a hatalom káros hatásaitól. Mert magunknak kell fölismerni és látni tisztán, hogy mik azok, amik a hatalomnak, pontosabban mondjuk felhatalmazásnak, a káros hatásai lehetnek. A hatalom vagy felhatalmazás tulajdonképpen egyfajta képesség, a lehetőség, képesség és lehetőség mások cselekedeteinek befolyásolására. A hatalom istené, és ő adta az embernek. Például az állatokon való uralkodásra, vagy például a tanítványoknak démonok felett lehetne még sorolni. Egy jó vezető védi magát a hatalom káros hatásaival szemben. Ennek az eszköze a folyton Istenre figyelés. Hogyha valaki tényleg az Istennel jár, átadta a szívét az Úr Jézus Krisztusnak, Isten szent lelke, szelleme él a szívében, akkor ez az eszköz ahhoz, hogy ami káros hatása lehetne a hatalomnak, mert a hatalom, a felhatalmazás az egy jó dolog. Isten nem véletlen hatalmazott fel bennünket erre vagy arra, különféle dolgokra, szolgálatokra, szerepekre az életben. Ez egy jó dolog, ez Istentől van. De vannak, lehetnek káros hatásai, hogyha nem jól bánik vele az ember. Amióta ugye megbukott az elején, Ádámmal és Évával kezdve. Egy vezetőnek a dolga az, hogy védje magát a hatalom káros hatásaival szemben. Amikor kísértés éri, akkor nem szabad a szívébe engednie. Kell fölismerni az ilyen helyzeteket. Egy néhány konkrét dolgot is, hogy megnézzünk. A Galata levélben olvasunk egy felsorolást, hogy mik a test cselekedetei, amik ellentörnek a léleknek, a szellemnek a cselekedeteire. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Azért emeltem ki ezt a részt sárgával, mert míg az elsők, azok igazából mind valamilyen szexuális jellegű bűnök, addig a másodikok, többé vagy a második részben szereplő felsorolás, többé vagy kevésbé valamilyen az uralkodásra, a másik leuralására, hatalmaskodásra, annak az elismerésére irányul, hogy én magasabb rendű vagyok a másiknál.
ilyen a gyilkosság, ilyen az ellenségeskedés, és a többi más is használható eszközül arra, hogy valamit a másik ember ellenébe tegyen valaki. Hogy azt érje el, hogy ő magasabb rendű, mint a másik. Ezek bűnök, ezek a testnek a cselekedetei. A hatalmaskodás, a leuralásnak a vágyakozása, a testnek a törekvése, hogy el legyen ismerve, hogy ő magasabb rendű, mint a másik. De ez nem krisztusi, mert nem így van. Hanem az Úr Jézus Krisztusban pont, hogy egyenlőek vagyunk, egyformán szeretettek vagyunk, és testvérek vagyunk. Tehát ezek a dolgok, ezek olyan bűnök, amik ellen védi magát egy vezető. Hogy véletlenül se essen ezekbe bele. Egy következő. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Az előbb azt mondtam, hogy egyenlők vagyunk, és ez igaz is, de mégis tartsuk egymást különnek magunknál. Erre bátorít Pál apostol. És ami itt szerepel, ez a hiú dicsőségvágy, ez tulajdonképpen egyfajta büszkeség. Amikor egy önzéssel a saját dicsőségét, a saját elismerését keresi az ember. És a büszkeség az egy olyan dolog, amiben az ördög is elbukott. Isten ellenébe tört, mert büszke volt, és nem fogadta el Istennek a vezetését, Istennek az uralmát. És erre próbál ma is rávenni embereket, hogy elbukjanak a büszkeségben. Tulajdonképpen a büszkeség az a szükséges önbizalomnak a bukott formája. Mert egészséges önbizalom az kell, az helyén való, az jó. De amikor ez nem így történik, és nem erről van szó, hanem ennek a bűnös bukott formája üti fel a fejét, na az vezet a büszkeséghez. Egy pár dolog megemlíthető, még ilyen az arrogancia, amikor valaki már az ellenőrzést sem ismeri el maga felett, nem tűr el más véleményt, amikor tévedhetetlennek gondolja magát, vagy lenéz másokat. Ilyen lehet az, amikor valaki visszaél a hatalmával, és a saját érdekét keresi egy ilyen helyzetben. Káros hatása lehet a hatalomnak az, amikor valaki annyira a célon tartja a fókuszt, hogy az emberekre már érzéketlenné válik. Ennél durvább kár lehet az, amikor valaki olyannyira a hatalomnak a megszállottja lett, hogy képes elnyomni másokat, hogy képes zsarnokoskodni azért, hogy megtarthassa a hatalmát. De a hatalomról azt kell tudni, hogy az a felhatalmazás, amit Isten adott nekünk embereknek, az azért van, hogy alázattal bánjunk vele, és az Isten dicsőségére legyen. Egy másik jellemzője egy jó vezetőnek, az a szolgáló szív. Ugye Jézus lemondott arról, ami Istenként őt illette. Ez lehet, hogy a következő idézet lesz. Igen, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszt halálig. Olvassuk a Filippi levélben. Jézus lemondott arról, ami Istenként őt illette, és kétség nélkül az övé volt. Mégis lemondott róla azért, hogy szolgálhasson, hogy megmenthessen bennünket. Nekünk magunknak is le kell tenni a bűneinket, adott esetben a hatalmaskodási vágyainkat, vagy bármit, hogyha van olyan, ami ellene tör a szolgáló szívnek, az alázatnak, a szelídségnek. Szolgai természetet, szolgai szívet nem lehet ki erőszakolni magunkból. Ez nem olyan dolog, amit az ember, hogyha nagyon-nagyon akar, akkor igazán menni fog. Az lehet, hogy szolgálatot csinálhat, szolgálatot végezhet. Lehet emberi erőből megpróbálni mindenhol ott lenni, és mindenféle szolgálatot elvégezni. Előbb-utóbb valószínűleg belebukik az ember, nem fogja bírni, és nem ez az útja, hanem az odaszánás, a szívnek az átadása. Egy átadott szívet tud az Isten szolgáló szívvé formálni. Olyan természetre formálni bennünket, aminek lényege a szolgálat, a mások felé és az Isten felé való szolgálat. Ez ugye megtéréssel kezdődik, megújulással, újjászületéssel, az Isten szent lelke, szent szelleme általi munkával lehetséges. Ugye, hogy mivel szolgálunk?
Sokszor beszélünk arról, hogy szolgáljunk az ajándékainkkal, hogy ismerjük fel a lelki ajándékainkat, hogy mire hívott el az Isten. És ez így van, és nagyon helyes. Kell ezt keresni, találjuk is meg. Vezessen ebben az Úr bennünket. Ezt kívánom, és az ima témánk is. Azt olvassuk itt, hogy igen, fontos az ajándék, de a szolgáló szív vagy természet még fontosabb, hisz alapot ad az ajándék jó működtetéséhez. Szolgáljunk elsősorban azzal, amire elhívott bennünket az Úr, de másodszorban szolgáljunk mindazzal, amire éppen szükség van. Lehet, hogy az Úr be akar tölteni valamilyen szükséget valakinek az életében, a gyülekezetben, vagy épp a gyülekezeten kívül, és rajtunk keresztül tudja megtenni, mert mi vagyunk ott. Lehet, hogy nem az a szolgálati ajándékunk. Lehet, hogy nem mondhatjuk azt, hogy én erre dedikálva vagyok, vagy felhatalmazva. De ott, abban a helyzetben lehet, hogy mégis rám van szükség. Legyek kész megtenni nem csak azt, amire az Isten elhívott az életemre nézve, hanem arra is legyek kész, amit éppen ott és akkor meg tud és meg akar tenni az Úr rajtam keresztül. Fontos gondolat az, hogy mindazok szolgák, akik a gyülekezetben vannak, mindazok, akik vezetők, és mindazok, akik vezetettek, egyaránt szolgák. És nem magasabb rendű egyik a másiknál. Lehet, hogy picit később fogok ebből részletesebben beszélni, de ez fontos látni, hogy Isten a gyülekezetet eltervezte, kitalálta azért, hogy oda gyülekezzenek az emberek. És ezen a gyülekezésen keresztül valójában a mennybe gyülekezünk. Nem a fizikai az elsődleges jelentősége, hanem a szellemi az elsődleges jelentősége a gyülekezetnek. Az, hogy mi itt vagyunk, hogy most együtt vagyunk, az arról beszél, hogy mi mind a mennybe tartunk. Hogy oda készülünk, mert elhívott az Isten, hogy vele legyünk és örökké legyünk vele. Olyan jó volt ezt énekelni. Örökké itt van velünk, és örökké elhívott, hogy vele legyünk. És ez az, amire bennünket, mint gyülekezetet elhívott és megbízott, hogy ezt prédikáljuk, ezt hirdessük az embereknek. És ebben vannak különféle szolgálatok. Pál apostol beszél a testnek a példájáról, ahol a különféle belső szervektől, a végtagokon át, a fejen keresztül, a szemen, és stb. Példákon keresztül említi meg azt, hogy a gyülekezet nagyon összetett. Nagyon sokféle szolgálatról van szó, és megvannak benne azok a szolgálatok, amik a vezetéshez kapcsolódnak. De nagyon sok másik szolgálat is van. És azt kell látni, hogy ezek együtt működnek jól. Egyik a másikkal összhangban, és egyik a másikért van eltervezve, és elhívva az Isten által. Egy jó vezetőnek helyes az önértékelése. Azt mondja Isten, hogy az ő gyermekei vagyunk. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt kezdődik el felépülni a helyes önértékelés a szívünkben. Amikor valaki megtér, amikor valaki újjászületik, akkor az Isten ezeket a dolgokat kijelenti neki. Akkor elkezdi ezt a szívünkre beszélni, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Elfogadtuk őt, befogadtuk a szívünkben, és azt mondja, hogy gyermekem. Te most már a gyermekem vagy, hozzám tartozol. Én a tiéd vagyok, és te az enyém. És ez egy olyan igazság, amin elkezd felépülni egy helyes önértékelés. Az, hogy az Istené vagyunk, és mondhat a világ bármit, hazudhat bármit. A kvalitásunk, a kinézetünk, a szokásaink, a lakóhelyünk, a bármi alapján mondhat vagy hazudhat a világ bármit, hogy mi mit kellene gondoljunk vagy érezzünk magunkról, ezeket mind félre lehet tenni. És mind azt lehet mondani rá, hogy nem, én azt fogadom el, azt hiszem el, és azt tartom magamról, amit az Isten mond. És ez kezdődik ezzel, hogy én az ő gyermeke vagyok. És olvassuk az igét, és lapozzuk az igét, és annyi áldást fedezünk fel benne, hogy mit mond az Isten rólunk. Hogy kik is vagyunk mi Jézus Krisztusban az újjászületés által. Hogy ne legyek túl hosszú, azért nem megyek ebbe bele részletesebben, de itt kezdődik a helyes önértékelés, és az Isten bontja ki ezt a szívünkben a vele való kapcsolat, a vele való járás által.
kapcsolatok és tekintély. Azt mondja a Filippi levélben, az első fejezet első versében Pál apostol, így kezdődik, hogy Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek, Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. És most érek ki arra, amire az előbb utaltam, hogy majd fogunk még róla beszélni, hogy nem azt mondja Pál, hogy a szenteknek és még a püspököknek és a diakónusoknak, mint akik egy különálló csoport lenne, mint akikre másképp kellene gondolni, mint a többieknek. Nem, hanem mint a többiekre, hanem azt mondja, hogy mindazoknak a szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. A gyülekezet egységben van, a vezetőivel együtt egységben van. A vezetők nem magasabb rendűek. Nem magasabb rendűek, mint azok, akik vezetettek, hanem a Krisztusban vannak, és ilyen értelemben egyenlőek. Van azonban olyan értelem, ami arról beszél, hogy más bizatott a vezetőre, és más bizatott a vezetettekre. És ez olyan, mint a házasságnak a példája. És ez segíthet megérteni. Ahogy Pál apostol beszél a házasságról az Efézusiakhoz írt levélben, hogy a férj feje a feleségnek. A férjnek feje a Krisztus. Krisztusnak meg az Atya. És Isten a vezetőket felhatalmazta arra, hogy vezetők legyenek. Ez egy megbízatás. És nem magasabb rendűségről van szó, hanem elhívásról. Szolgálatról, amivel meg vannak bízva. Ez a szolgálat felelősséggel jár. És ez a felelősség az, ami tekintélyt hoz a vezetőnek. A vezető szolga. A vezető szolgál. Ugyanúgy, mint ahogy más szolgál. Bármilyen gyakorlati dologgal, akár az énekzenei dolgokban, a dicsőítésben, akár a konyhai dolgokban, akár lelki gondozásban, bármilyen dologban, gyámolításban, lehajolni a másikhoz, segíteni. Annyi és annyi mindent lehet felsorolni, ismerjük az ajándékokat, ismerjük szolgálatokat az ige alapján, és ezek együtt egészek. A vezetés is egy szolgálat. A vezető szolga, de felelősséget kapott. És ezzel a felelősséggel jár a tekintély. Az, hogy tekintély, az azt jelenti egy szellemi értelemben, amit az Isten bízott arra a vezetőre, hogy előjárjon, hogy valóban presbiter legyen, hogy valóban olyan vezető legyen, aki betölti a szolgálatát és az elhívását, és az ehhez kapott tekintély az, ami megerősítést ad ebben a szolgálatban, és ez a kinevezéssel jár. Ez a felelősséggel és a kinevezéssel jár. Azzal, amikor vezetőket választanak egy gyülekezetben, és kinevezik őket, azt mondják, hogy te vezető vagy, akkor ez a kinevezés, ez kezdi el, vagy ezáltal ruházódik fel a vezető, az Istentől, nem az emberi szavak által, de azzal, hogy szolgálatba áll a vezető, felruházza Isten azzal a tekintéllyel, ami ehhez a szolgálathoz szükség, és azzal a felelősséggel is felruházza. Szeretnék olvasni egy idézetet. Ez Derek Prince-nek a könyvéből van, és ezt feszegeti, a tekintélyt és a kapcsolatokat. És a Jelenések könyvében van három ige is, amiben a tekintélyről szó van, a pásztorlásról és a vezetésről. És onnan olvasom ezt az idézetet, hogy a Jelenések könyvében, mind a három esetben komoly következménye van a tekintéllyel szembeni ellenszegülésnek. A Szentírás nem hangsúlyozza a nyáj engedelmességét a pásztor felé, mert az magától értetődő. A valódi hangsúly a pásztorokon van, hogy ne uralkodjanak a nyáj felett, és ne éljenek vissza hatalmukkal. A mai gyülekezetekben fordított a helyzet, ugyanis az, hogy egyesek másokat vezessenek, már szinte ódivatunak számít. Isten azonban az ő eredeti vezetési tervében egy csodálatos kiegyensúlyozást hozott létre. Azok, akiket Isten azzal a feladattal bíz meg, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra, szükséges, hogy rendelkezzenek tekintéllyel, ugyanis a felelősség tekintélyt igényel. A bibliai minta szerint ezek az emberek abból a helyi közösségből emelkednek ki, amelyet vezetniük kell. Így módon ezek a vezetők rendelkeznek saját tapasztalattal és közös múlttal is a gyülekezeti tagokat illetően. Kultúrájuk és meglátásaik is hasonlóak.
Milyen tökéletes isteni terv ez? A tekintélyt a kapcsolatok egyensúlyozzák ki, és ez így van rendjén. Egy pásztor, aki kapcsolatban áll követőivel, nem fogja bántani őket. Mai modern rendszerünkkel teljesen idegen dolgok jönnek be a gyülekezetbe, olyan vezetők, akik személyes kapcsolatok nélkül akarnak tekintélyt gyakorolni, vagy a legminimálisabb tekintélyért is nagy harcokat vívnak, hogy munkájukat elvégezhessék. Nem egy könnyű téma, és sokat lehetne erről még beszélni, de ezt szeretném kiemelni, hogy szükséges, hogy rendelkezzenek tekintéllyel a vezetők, ugyanis a felelősség tekintélyt igényel. Nem lehet a munkát elvégezni, ha nincsen ez a kettő együtt. És el fognak számolni a vezetők az Úr előtt, azzal a felelősséggel, amit kaptak. Ezt nem tettem már ki az igék közé, de mivel rendkívül fontos, szeretném felolvasni a Zsidókhoz írt levélből, a 13. fejezetből a 17. verset. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Az elmúlt héten is hallottunk erről. És ez Istennek a terve. De ő az, aki ebben áldást ad. Ő az, aki a felhatalmazást adja, és el is várja a vezetőktől azt, hogy azzal a felelősséggel és azzal a tekintéllyel, amit kaptak az Istentől, a szolgálatukban és az elhívásuk miatt, és nem a személyük miatt, nem státusz miatt, nem rang miatt, hanem a szolgálat miatt, hogy ezzel szolgáljanak a gyülekezetben, azzal el is fognak számolni. És csak így működhet a gyülekezet jól. Hogyha vannak vezetők, ha vannak, akik arra szánják az idejüket és a szolgálatukat, többek között, hogy az Istennél keressék a látást, hogy keressék a vezetést, és hogy tudják helyes és jó irányba terelni a gyülekezetet. És minden vezetőnek, egy jó vezetőnek, de minden vezetőnek jó kapcsolatai kell, hogy legyenek a gyülekezetben, és azon kívül is, de szeretetben megalapozva. Ahogy az idézet beszélt erről, hogy a tekintélyt a kapcsolatok egyensúlyozzák ki. És ekkor működik egészségesen és jól, hogy nem magasabb rendű az egyik ember a másiknál, hanem van, aki ilyen szolgálatot kapott, van, aki olyan szolgálatot kapott. És ki miért kapott, azzal szolgáljon és azzal bánjon jól, de mindeközben szeretetben vagyunk együtt. Az egyik a másik embert szereti, odafigyel rá, próbálja segíteni és hitáltal építeni. És Isten ezeken keresztül ad áldást. Hogyha vezető vagy, és ez szól nekem is, hogyha vezető vagy, akkor vizsgáld meg alkalmasságod az ige alapján. Ez egy nagyon jó tanács, és egy egyszerű tanács. Olvashatunk Timóteusnál, Titusnál arról, hogy milyen a vezető. Figyelembe vehetjük ezt is, amiről ma beszéltünk, milyen egy jó vezető. Vizsgáljuk meg az alkalmasságunkat. És ha azt látjuk, ha az Isten szívünkre helyez valamit, hogy váltani, változtatni kell, akkor ez nem fog emberi erőből menni, de fog menni a Szentlélek, a Szent Szellem által. Kérdezz meg magadtól nyugodtan, hogy vajon én az Istentől kapott elhívásomnak megfelelő helyen és szerepben munkálkodom? Engedelmeskedem Istennek, mint vezető? És nyugodtan vonatkoztassunk el, nem csak a gyülekezeti vezetésről beszélünk attól, hogy még a gyülekezetben vezetőség választásra készülünk. Bármilyen vezető, hogyha vagy a saját életedé, a családodé, a munkahelyeden, a gyülekezetben, bárhol, hogyha vezető vagy, akkor nyugodtan megkérdezheted, hogy vajon én az Istentől kapott elhívásomnak megfelelően, azon a helyen, abban a szerepben szolgálok, ahogy azt Isten adta nekem? Engedelmeskedem Istennek? A helyemen vagyok? Helyén van a szívem? Ezek ilyen checkpointok. Az Úr elé állni, és úgy időt tölteni az Úrra, hogy helyezzen a szívünkre valamit, hogyha kell, ha valamit meg kell látni, vagy fel kell ismerni. Hogy tudja a vezető önmagát is helyes irányba tartani az Istenre való figyelés által. Hogyha pedig gyülekezeti tag vagy, akkor megkérdezheted magadtól, hogy el tudod kötelezni magad arra, hogy imádkozol a vezetőidért? Hogy Isten az ő szíve szerint való vezetőket tudja kiválasztani a szolgálatra? És hogy ezek a vezetők áldottak lehessenek, hogy tudják az Urat úgy bemutatni, amilyen ő, azt a szeretetet, azt a valóságot, ami az Istennek a valósága, és hogy tudjon az Isten dicsőségére és a gyülekezet javára lenni az ő szolgálatával? Ezért lehet imádkozni.
És gondolj nyugodtan arra a területre, ahol te vezető vagy, a családod, a munkahelyed, a saját életed, és gyere az Úr elé, jöjjünk az Úr elé, és most is, és ezután is tegyünk fel kérdéseket az Úrnak, hogy helyes az irány, mi az, amit tanítani akarsz nekem, mint vezető, kik a rám bízottak, kiket bíztál rám, és vajon jól bánok-e velük, ezek szerint, az igei szempontok szerint helyesen tudok-e bánni azokkal, akiket rám bíztál, Uram. Ezeket lehet imádságban föltenni. Jöjjünk is most az Úr elé, és imádkozzunk. Lesz erre egy kis időnk, lesz egy percünk most magunkban imádkozni. És azt kérem, hogy utána néhányan, akiknek a szívén imádságban, imádkozzunk hangosan is.